A dalmandi önkormányzat már évek óta rendszeresen megrendezi a tökpartit. Ez a buli az óvodás és az általános iskolás gyerekek számára egyaránt egy jó szórakozást jelent. A program kora délutántól egészen estig tart, és szinte minden korosztályt megmozgat, de elsősorban a gyerekeket. A tökpartink az egy Halloween helyett tökpartinak neveztük el ezt a kis bulit, amit rendezünk minden évben a gyerekeknek. Hát nagyon népszerű lett, most már egyre, évről évre többen vagyunk. Mondhatom azt, hogy 150-200 főt is eléri a létszám, aki itt megjelenik. A program gyülekezővel kezdődött az általános iskola tornatermében, aztán egy felvonulás következett. A szülőket is igyekeznek bevonni az eseménybe, ezért több versenybe is benevezhettek a résztvevők ezen a vidám napon. Rémséges süteményeket sütnek a szülők, jelmezbe öltöztetik a gyermekeket, nagyon sok jelmezes felvonulónk lesz a mai nap folyamán is, és tök faragó versenyt hirdetünk meg, készen hozzák a faragott tököt, és azt is nyilván oklevéllel és kis ajándékkal jutalmazzuk. A jelmezverseny minden évben nagy népszerűségnek örvend. Az óvodások és az általános iskolások is alig várták már, hogy beöltözhessenek valamilyen izgalmas jelmezbe. Már hetek óta erre készültek. Minek öltöztél ma? Boszorkány. Elsős vagyok, és zombinak öltöztem. Az önkormányzat étellel, itallal, édességgel várta a tökparti résztvevőit. Zsíros kenyeret készítettünk lilahagymával, csokoládéval, cukorral készültünk a gyerekeknek, és forró citromos teával. A rendezvényre szeretettel várták az óvisokat és a kisiskolás gyerekeket és családjaikat, hiszen fontos célja az önkormányzatnak, hogy összehozza a faluban élőket. A tökpartis rendezvénnyel az a célunk, hogy évről évre megrendezzük, ugyanúgy, ahogy a húsvértoló rendezvényünket, ahogy a karácsonyváró rendezvény. Tehát az a célunk, hogy minden korosztályt mozgassunk, és ez most már évek óta ez a cél, hogy húsvétkor is a gyerekeket, ilyenkor a gyerekeket egy karácsonyváró rendezvényen, hát persze ott a gyerekek is vannak, de inkább a felnőtt korosztály jelenik meg, hogy minden korosztály és korcsoport megjelenjen a rendezvényeinken. Az önkormányzat a tökpartin kívül húsvétkor és karácsonykor is izgalmas programokkal várja az érdeklődőket. Igyekeznek minden évben olyan programokat szervezni, amelyek minden korosztályból minél több ember megmozgatására alkalmasak, ezzel ápolva a falu közösségét.